Egy darúzási munkákra specializálódott cég közreműködésével a helyére emelték azt a 27 tonnás hídelemet, amely az átjárhatóságot fogja biztosítani a gyógyászati központ és a városi rendelőintézet között, tudósított július végén a Paksi Kisgyőri Televízió a folyamatban lévő munkálatokról. A kivitelezés az eltelt időszakban is megfelelően halad. Paksváros képviselő testülete személyesen is megtapasztalhatta ezt az épülő intézményben tett látogatása során. A vendégeket Klenk Csaba tervező, dr. Struhás Sándor a Paksi Ipari Park Kft. Ügyvezetője és dr. Hausznek József a Strabag MML főépítés vezetője kalauzolta. A szerkezet építések azok befejeződtek, és igazából nagy erővel most kezdődnek a szakipari és a szerelőipari munkák, az installáció kiépítése, válaszfalak, illetve ami még kinti munka, és de már befejező félbe van, a külső tégla homlokzat burkolatnak a készítése. Nagyjából itt, ami még vissza van nagy volumenű munkákból, a belső hidegburkolási munkák, medenceburkolási munkák, illetve a szerelvényezések és az egyéb szakipari munkák vannak vissza. A gyógyászati központ alapkő letétele 2012. április 5-én történt. Az új építmény szervesen kapcsolódik a Városi Rendelőintézet épületéhez, az így kialakuló gyógyászati központban a gyógyfürdő mellett több szakellátás is helyet kap majd. Az intézmény az egy hónapos próbaüzemet és az engedélyezési eljárásokat követően nyit. Az átadási határidő 2013 tavasza. A beruházás közel 1 milliárd forintból valósul meg, önkormányzati forrásból.